A tavasszal még nyeretlen se arra készült, hogy véget ér számukra a rossz sorozat, és megszerzik idei első győzelmüket. A mérkőzés nem a hazaiak szája íze szerint alakult, hiszen az első négy gólt a vendégek szerezték. Oláh Heni jelentette az első hazai találatot. Ha egyes vendég vezetésnél a kilencedik percben időt kért a hazai tréner. Szilágyi Szabolcs tanácsait azonban nem tudták megvalósítani a lányok, hiszen a Máté Szalkai előny nem csökkent. A vendégek a hét gólos vezetésével 18-12-es előnnyel zárták az első félidőt. A második játékrészben 21-12-nél már tetemes volt a lista vezetők előnye. A zsinórban szerzett három gól miatt nehéz helyzetbe kerültek a vendéglátók. A kks se azonban összekapta magát, és a félidő derekán feljött négy gólra. A barcikai lányok jól védekeztek, de támadásban nem tudtak átlépni saját árnyékukon, így nem sikerült közelebb kerülni ellenfelükhöz. Az utolsó tíz percre úgy tűnt nem marad. Már izgalom, hiszen ismét hét gól volt a vendégek előnye. Veres Ived góljával ötre zárkúzott a szilágyi csapat, de a végjátékban ismét megrázta magát a bajnoki címre törő együttes, és Torma valamint gyökös két találata ellenében csak három hazai gól érkezett, így 32-26-ra a Máté Szalka győzött. A kks -e a második félidőben méltó partnere volt az esélyesebb riválisának, hiszen a játék részt 14-14-jel zárta, de az első 30 perc 6 gúlos elvesztése vereséget eredményezett. A kks -e így 8 ponttal a 7. helyen áll a bajnokságban, és legközelebb április 11-én 60-ban lép pályára.